És akkor nézzük a meccset, hajrá Vivi! Ezért a román versenyzőnek is vannak szurkolói. Gratulálok, urak! Egy perc 27-nél állította meg a főbíró a mérkőzést. Passzív jelzés. Hát egyelőre még kóstolgatják egymást a lányok. De az Vivi jól kontrollálja szerintem a mérkőzést. Igen. Ő azt látta, hogy ő irányít. Nyilván lassan egy akcióra lesz szükség. 50 másodperc van még hátra a mérkőzésből. És ismét megjárítja. Szerintem megkapják a második passzív intést. Hát valószínű, itt egy jó pont fogja eldönteni a mérkőzést. Igen, nem egy pont gazdag mérkőzés, de... Hoppá! Ez már egy kicsit hajaz a felnőtt küzdelmekre. Igen. Ugye nem olyan gyakoriak. Nem szaladnak egymásnak a lányok. Igen. Nem akar senki hibát elkövetni. Tizenöt másodperccel szem belül vagyunk. 0-0 Vivi. Itt most már egy jó pont kellene, igen. Ez azért jó előjel volt a bírói. Igen, azt láthatjuk, hogy Vivi irányítja a mérkőzést, de a román versenyző több akciót indít. Szükség lesz még valami akcióra. Esetleg egy beleütésbe. És lejárt az idő. Bíró. Ez egy kiegyenlített, igen. Bíró legyen a talpán, kell tudja dönteni. Lesz. Nézzük. Hát sajnos 5-0-ra a román lány nyerte a mérkőzést. Vivi, de értékes pontokat szerzett a kvalifikációban. Ugye ezüstéren meggazdagodik innen a Hungarian Shaman Cupról.